Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Elfogadta az országgyűlés a szakképzés átalakításáról szóló törvényt, szinte minden változni fog, az iskolák besorolásától és nevétől kezdve a választható szakmákig. Az egyik legmarkánsabb újdonság az lesz, hogy a diákok már az első évtől kezdve pénzt kapnak a szakmatanulásért. Virágmintát vágott a munkadarabba a bútorasztalos tanuló néhány hete a szekszárdi szakképzési centrumban. Ez a szakma ezen a néven 2020-tól megszűnik, helyette a szakmunkás tanulók általános asztalos szakmára felvételizhetnek, ahol egy vagy két évig ugyanazokat az ágazati ismereteket tanulják, mint egy épületasztalos. Majd ezt követően tudnak úgynevezett részszakképesítésekkel specializálódni. Ez is része a szakképzésről szóló átalakításnak, amit kedden fogadott el a parlament. Egyszerűbb, átláthatóbb szakmai edzékről beszélünk. Ezek olyan alapszakmákat tartalmaznak, amelyek csak is iskolai rendszerben oktathatók, széles alapozással. Ez a széles alapozás segíti a tanulóknak a szakma választását, hiszen az alapozó szakaszban minden ágazatban ugyanazt fogják tanulni, és a technikumokban két év után, a szakképzőiskolában egy év után kell a szakmát megtanulják, és kifejezetten kiválasztani azt, hogy milyen szakmát is akarnak tanulni. Az országos szakképzési jegyzékben eddig szereplő több mint 700 képesítés helyett jövőre már csak 174 közül választhatnak a középiskola előtt álló diákok. Ezzel együtt megszűnnek a szakgimnáziumok, a helyüket 5 éves technikumok veszik át, a szakközépiskolákat pedig 3 éves szakképzőiskolák váltják. Előbbi képesítést és érettségét utóbbi csak szakmunkás bizonyítványt ad. Egy biztos, hogy számunkra egy változó világra kell felkészítsük a tanulókat, tehát a széles alapozás az pontosan ezt szolgálja, illetve a tanulói kompetencia fejlesztésben a gyakorlatorientált képzés is ezt szolgálja, hiszen az elkövetkezendő 5-10 évben az automatizáció és a robotizáció révén biztosan nagyon sok olyan szakma fog megjelenni, amit még jelen pillanatban nem ismerünk, de hogyha a tanulókat arra megtanítjuk, hogy ezt a változást tudják követni, széles alapú, biztos alapokon nyugvó tudásuk legyen, amit iskolában tudnak megszerezni, akkor a későbbi évben erre biztonsággal lehet építeni. A diákok viszont bért, vagyis ösztöndíjat kapnak már az első évtől, amit két évig az állam fizet, majd utána az a szakmai gyakorlatot biztosító képzőhely, ahol a tanulók tanoncként dolgozni kezdenek. A tanuló egy szakképzési munkaszerződéssel fog a cég munkavállalója lenni, minden olyan juttatást, amit a céges dolgozók kapnak, ő is megkaphat, illetve nagyon fontos, hogy munkabért kap, ami a nyugdíjába is beszámít, és a társadalombiztosítási ellátását is segíti. A cég számára viszont azért nagyon előnyös ez a dolog, mert a képzés során saját magának képezheti ki a munkaerő utánpótlását, megerősítheti a tanulók kötődését a céghez, bevezetheti őket a céges kultúrába, sőt, akár a legjobb tanulókkal, akár egy tanulmányi szerződést is köthet, további juttatásokat is adva a tanulóknak. Komoly változás lesz az is, hogy 2021-től a legtöbb képesítést csak iskolai rendszerű képzésben lehet megszerezni, tanfolyami formában nem. Az Iparkamara Tolna megyei elnöke szerint a diákoknak a kezdetektől járó ösztöndíj és az alapszakmák összevonása, majd a későbbi részszakképesítések bevezetése segíthet kezelni a munkaerőhiányt. Valószínűleg igen, javulni fog, de egyrészt emelkednek az ösztöndíjak, amit kapnak a hallgatók, hogy tanuljanak ebben a rendszerben. Másrésztről bizonyos szakmákban a szakmákat összevonásra kerülnek, így ha a hallgató elvégez egy bizonyos szakmát, később ilyen folyamat tud erre ráépíteni, tehát ez jónak tekinthető. A szakképző tanárok státusza is megváltozik jövőre, oktatóknak hívják majd őket, nagyjából 30%-os béremelést kapnak, a közalkalmazotti jogviszonyuk viszont megszűnik, helyette a munkatörvénykönyve alapján dolgoznak majd. Egyre több továbbtanulás előtt álló fiatal választ olyan középfokú intézményt, ahol a szakmai képzés is folyik. A most elfogadott szakképzési törvény a szakemberek szerint még inkább erősíteni fogja ezt a folyamatot. Mindenhez szükséges a kellő tájékoztatás. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum résztvevői Dombováron tartottak pályaorientációs fórumot. A Tolna megyei térségfejlesztési non-profit közhasznú Kft. És konzorciumi partnerei pályaorientációs fórumának az volt a célja, hogy az iskolaválasztás előtt álló gyerekek felkészültek legyenek a munkaerőpiaci igényei szerinti képzési rendszerekből. A paktum résztvevői arra kötöttek együttműködést, hogy felmérik térségi szinteken a gazdaság diktálta munkaerőigényt, és lehetőségeik szerint ehhez igazítsák a szakképzést. Több különböző feladatot fogalmaz meg maga a paktum projekt.
Nem csak azt, hogy a hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek bevonását a foglalkoztatási rendszerbe, illetve ezeknek a hátrányos helyzetüknek a csökkentését, hanem más alapon is keresjük a megoldást. Ugye itt célunk ebben a paktumban a kis, közepes és mikrovállalkozásoknak a segítése, munkaerővel ellátása. Ami az állandó utánpótlás és igazából a jövőt jelenti, ez a fiataloknak az olyan irányú ismeretekhez juttatása, illetve az ő döntésüknek, a nyolcadikosoknak a pályaválasztási döntésének a segítése, amely arra irányul, hogy mindenki többen válaszolnak szakmákat. A mai fórumnak is az a jelentőség, hogy általánosságban szeretnénk visszaadni a partnereinkkel együtt, a konzorció partnereinkkel együtt a kormány elhatározásának megfelelően is a szakmák becsületét, megbecsülését, és egy olyan életpályát biztosítani a fiataloknak ezeken a szakmákon keresztül, amelyet örömmel végeznek, kiteljesülnek, és hát gyakorlatilag az életük végéig biztosít számukra megfelelő megélhetést és perspektívát. Ez már a második kör, az elmúlt év őszén szintén csináltuk ezeket a járásonként, ezeket a pálya orientációs fórumokat. Hát elindultak, én azt mondhatom, a várakozásnál jobban sikerültek az elmúlt évben. Tehát volt egy kis hezitálás, tartózkodás ezektől, hiszen rengeteg ilyen hasonló programotban vesznek részt az iskolák, néha még soknak is tűnik. Mi nem konkrétan egy-egy iskolát vagy egy-egy szakmát akarunk propagálni és segíteni és figyelmet felhívni a fiataloknak, hanem általánosság, vagy az előbb is mondtam, tehát általánosságban felhívni, hogy milyen életpálya lehetőség van a szakma választásban. A tájékoztató munka eredményeként is betudható, hogy a tapasztalatok szerint a továbbtanulás előtt álló fiatalok jelentős számban már a szakmatanulást részesítik előnyben. Úgy vettük észre az elmúlt években, hogy egyrészt a gazdasági társadalmi változások miatt is, és a szakképzésnek a reklámozása révén is változás történt a családok és a gyerekek nézőpontjában is, és szívesen választanak szakmát. Többségében a szakma irányába tolódtak el a gyerekek, legkevesebben választják a gimnáziumot, csak a kimondottan jó tanuló gyerekek, és viszonylag egy nagy réteg a szakmát és érettségét együtt adó intézményeket választják. A kormány az elmúlt napokban új szakképzési törvényt fogadott el, mely alapjaiban módosítja a rendszert, technikumok és szakképzőiskolák között választhatnak a szakmát tanulni vágyók. A szakképzés teljes egészében megváltozik, mert meg kell változni, hiszen ezer szállal kötődik a munkaerőpiachoz, és a munkaerőpiaci kihívásokra azonnal reagálni kell. Mi már korábban ismertük a szakképzési törvény tervezetét, és egyértelműen azt látjuk, hogy ez a fajta új technikumi rendszer, amit a szakképzés keretében bevezetnek, a gyerekek számára egyértelműen előnyös változást jelent. Ösztöndíj lehetőségeket biztosít, 5 év alatt szakképzési végzettséget biztosít, a 12. évfolyam végén 3 tárgyból érettségi lehetőséget biztosít, és a 13. év végén pedig OK és végzettség megszerzését teszi lehetővé. Növekszik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek a lehetősége, hiszen magasabb munkaerőpiaci értékkel bírnak a technikumban szerzett szakok, valamint növekszik az egyetemi főiskolai továbbtanulásnak is a lehetősége, hiszen a szakirányú szerzett emelt szintű érettség és technikumi végzettség előnyöket jelent ilyen szempontból. Ez egy nagyon komoly átalakítás itt a szakmai oktatásban, és ez azt jelenti, hogy ez nem zsákutca fiataloknak, hanem szerteágazó lehetőséget biztosít a szakma megszerzése után, akár nyilvánvaló első érettségire, utána technikumi végzettség megszerzésére, vagy pedig szakirányú felsőfokú végzettségére is, akár kinek mihez van kedve. Én úgy látom, visszatérve a kérdésre, hogy a tavalyi évben ez sikerült, az idén még nagyobb létszám várható. Elsősorban az érettségi utáni képzésben tud rugalmasan a piaci viszonyokhoz igazodni a szakképzés, mondta Dömötör Csaba, a Szexuális Szakképzési Centrum kancellárja. Az élethosszig tartó tanulásról beszélni kell, és ez nem egy frázis, és nem egy elcsépelt szókapcsolat, hanem ez valóságos élethosszig tartó tanulásként kell végig gondolni. Ennek az egyik része az iskolai rendszer. Az iskolai rendszer az, ahol 3-5 éves képzési ciklusokban gondolkodunk, ez a kevésbé rugalmas része, bár itt is a tananyag tartalmakban tudunk olyan változásokat eszközölni,
ami ahhoz szükséges, hogy a céges igényeket, a vállalati igényeket ki tudjuk elégíteni. A másik része az a felnőttek képzése. A felnőttek képzése már sokkal rugalmasabb, rövidebb időtartamban tud menni, a tananyagokat másképpen tudjuk összerakni, és hát ott összességében egy sokkal rövidebb idő alatt egy sokkal rugalmasabb rendszerben tudunk az igényekhez igazodni. A szakképzési centrum tagintézményei felnőtt képzési tevékenységet is végeznek, ezt nyilván piaci alapon tudjuk végezni, és van egy felnőtt oktatási részünk is, ami a második szakképesítés ingyenessége révén iskolai rendszerű, de ott is tudunk olyan rugalmas iskola szervezési utakat kínálni, ami nem két éves vagy három éves képzési ciklusokat hoz magával, hanem egy ennél sokkal rövidebb idejű képzést. A törvényi módosítás okozta előnyök tovább növelhetik a szakképzést választók arányát. A szakemberek véleménye szerint a pontos tájékoztatás fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Éppen ezért további hasonló fórumok szervezése várható a közeljövőben. A duális képzés egyik nagy előnye, hogy a diákok nem csak az iskolában, hanem úgymond az életben is tanulják a szakmát, vagyis cégeknél szinte munkahelyi körülmények között sajátíthatják el az egyes fogásokat. A Dombováron működő gyugyifaipari Kft. Például évtizedek óta fogad tanulókat. A szakmai képzés olyan színvonalú a gyakorlóhelyen, hogy ma már csak korábban itt tanult szakemberek dolgoznak a cégnél. Jelenleg is több mint 20 fiatal ismerkedik a faiparral. A szakma kezdő fogásai gyakorolják az első évesek ebben a műhelyben. Gyügyi Tamás évek óta foglalkozik szakmai képzéssel, olyan sikerrel, hogy mára csak olyan munkatársa van, aki a keze alatt tanulta meg a faipar szükséges fogásait. Azt mondja, az az előny egy kis társaságnál, hogy sokféle munkafolyamatot kell elsajátítani, így a gyerekek szakmai előrehaladásukkal kapnak egyre nehezebb, bonyolultabb feladatokat. Mi annó 20 éve kezdtünk tanulókkal foglalkozni, akkor még csak egy ipari tanulónk volt. Akkoriban az volt az elsődleges cél, hogy a nálunk lévő munkahelyeket feltöltsük, tehát hogyha bővítenénk a munkahelyi állományt. Aztán az később két tanuló jött, ugye híre ment, hogy egyáltalán foglalkozik valaki ezzel a dologgal itt a környéken. Aztán négy tanuló jött, és ez már nyilvánvalóan a mi igényeink fölé, túlszárnyalta, ugye ennyi helyet én nem tudok biztosítani munkaerőnek, de hát akkor a kollégák felvették velünk a kapcsolatot, és amikor nálunk már a végzősök úgymond vizsga előtt álltak, akkor kérdezték már tőlem, hogy tudok-e ajánlani nekik munkaerőt a számukra. Ez nagyjából most is így van egyébként. Annyi változással, hogy a 20 év alatt elértük, hogy körülbelül olyan éves szinten 7-8 fő 10 is beiskolázásra kerül, ugye ezeket a gyerekeket végigvisszük a 3 év alatt, tehát az annyit tesz, hogy 20-30 fő ipari tanulónk van folyamatosan, ez most pillanatnyilag 23 fő, és azt látom, hogy ha nem is azonnal, de a tavalyi végzett tanulókról tudok egyébként most a legfrissebb információkat, mindnyájuk elhelyezkedett már a munka a szakmájába, itt a kollégáknál, vagy a környéken, vagy külföldön, ami ugye sajnos nem ritka most már. Bár igazán nem része a szakmai képzésnek, mégis fontos olyan dolgokat is megtanítani, mint például a viselkedés vagy az öltözet, hiszen számos olyan munkájuk van, ahol ez kihat a cég megítélésére is. Ezért fektetnek erre is nagy hangsúlyt, mondja Gyügyi Tamás. Folyamatos az utánpótlás évek óta. Aki szakmát akar tanulni, megtalálja a megoldást, teszi hozzá. Én azt gondolom, hogy ez a 7-8-10 fő, ez nagyjából stabilan most már 10 éve változatlanul megvan, és szerintem ez nem is fog olyan nagyon merőbe változni. Olyan sokkal több kapacitása nincs is szerintem ezeknek a kis cégeknek, tehát már 50-70 fő az egy nagy második lépcső a képzésbe, illetve hát a környéken nagyjából szerintem ennyi munkahely is képződik évente, ugye nyugdíjazásokból adódóan meg a... A cég a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombovári iskolájával, az Apáczai Csele János Szakképző Iskolával van napi kapcsolatban. De volt már tanulónk Kaposvárról is, volt tanulónk, pillanatnyilag is van tanulónk Szekszárdról is. Én azt gondolom, hogy teljesen kielégítő, tehát semmiféle olyan probléma még nem merült fel, amit ne tudtunk volna megoldani nagyon rövid idő alatt. A
A második évfolyamosok már feladatokat kapnak a napi termelésben, kisebb, a harmadikosok nagyobb mértékben. Az elkövetkező évről bevezetésre váró változásokat Gyugyi Tamás elsősorban adminisztratív átalakulásként értékelte. A szakképzés a szakképzés marad. Az, hogy milyen szerződéssel, milyen munkahelyi papírokkal vannak itt az ipari tanulók, én szerintem az merőben nem befolyásolja a képzésnek a kimenetelét. Az asztalos az továbbra is faanyagot fog megmunkálni, bútorokat fog készíteni, meg nyílászárókat készít, és a többi terméket. Ez, hogy milyen a szerződés, az szerintem ebben nem sok változás lesz. A szakma szeretete és a munkához való hozzáállás dönti el, kiből lesz szakember, mondja az ügyvezető. Már az első hónapokban látszik, lehet-e valakiből jó asztalos. Akkor még nyugodtan meg lehet beszélni a szakmaváltást, ha nem talál egymásra a tanuló és szakma. Kellő rugalmassággal mindenki megtalálhatja a magáét, vélekedik a cégvezető. A Dombováron működő Rutin Kft.-nél éveken keresztül 40-nél is többen tanulták a fémipari szakma fogásait, jelenleg a szabályok miatt csökkentették ezt a létszámot, a színvonal viszont maradt. Idén a szakmasztárja verseny első helyezését is elhozták. Ha valakit megkérdeznének arról, mit gondol, hol készült a Budapest Sport Aréna vász szerkezete vagy a szimacsarnok, biztosan nem gondol a Dombováron működő Rutin Kft.-re. Pedig a világ számos helyén találkozhatnak a cég által gyártott termékekkel, legutóbb a NASA felkérésére gyártottak a rakéta kilövéséhez szükséges állományokat. Ilyen helyen szakmát tanulni azt valószínűsíti, hogy a mesterfogásokat is elsajátítják a tanulók. És ez így is van. Legutóbb az országos szakmai verseny első és ötödik helyezését nyerték el az itt tanuló szakmunkások. A cégünk több mint 8 éve képez gyakorlati oktatás keretében tanulókat. A tapasztalatok elég vegyesek, több iskolától vannak tanulóink. A tanulók minősége teljesen változó. Jelenleg az idei év elég sikeresnek mondható számunkra. A szakmasztár versenyen elhoztuk az első, illetve az ötödik helyet a szerkezett lakatos kategóriában. Éveken keresztül benn voltunk a 10 első között, de ez az év ez különösen sikeresnek volt mondható. Cégünk 5 iskolával van kapcsolatban, ugye 3 megye határán vagyunk. Ezekből a megyékből, Tolna-Somogy és Baranya megyéből jönnek hozzánk diákok. Volt idő, amikor 40-nél is több tanulója volt a cégnek, ám a kamarai előírás miatt, miután a cégnél 50-nél kevesebb foglalkoztatott van, kötött létszámban oktathatnak. Pedig minden a rendelkezésükre állna a komolyabb létszámú képzéshez. 12 fős létszámra lecsökkentett tanuló létszámmal tudunk jelenleg működni. Régebben ez lényegesen több volt, 30-40 tanulóval dolgoztunk. Több gyakorlati oktatónk is van, tehát ügyhegesztő, lakatos, illetve forgácsoló szakmákban is. Jelenleg a gyerekek nagy része ez problémát jelent, inkább szakközépiskolákba, illetve gimnáziumokba próbál bejutni. Amit tapasztalunk az az, hogy a színvonalat némileg csökkentették ezekben az iskolákban, annak érdekében, hogy a tanuló létszámot, nagyobb tanuló létszámot tudjanak beszerezni, illetve magukhoz csalogatni. Így az ipari iskolák részére a gyakorlati szakmákban kevesebb tanuló jut sajnos. Ez most a tendencia. Bakonyi András azt mondja, ma még megmondhatatlan, javul-e a helyzet a szakképzési törvény módosításának bevezetése után. Gyerek sincs annyi, szerintem kevesebb gyerek jelentkezik gyakorlati képzésre, ám megpróbálunk megragadni minden gyermeket, hiszen a szakmákban ugye hiány mutatkozik, főleg a vasipari szakmákban, és ilyen módon mi a képzett gyerekeinket megpróbáljuk itt tartani majd a jövőben. Most jelenleg olyan 8-10 ember van, aki a cégen belül, aki itt is tanult, és már itt is dolgozik. Az utolsó éves diákokat mindig bevisszük a termelésbe. Ugye meg kell ismerkedniük a piaci helyzetekkel, illetve a komolyabb szakmai területekkel, így őket megpróbáljuk közelíteni a munkának azon részéhez, ahol láthatnak komolyabb feladatokat. Az ember azt gondolná, egy nemzetközi kapcsolatokkal és háttérrel működő cég esetében magasabb a szakmai elvárás a tanulókkal szemben is. Ám ez nem így van.
A minőségi elvárás nem gondolom, hogy más lenne, azonban komolyabb, magasabb szintű gépekkel, magasabb szintű technológiákkal ismerkedhetnek meg, így az ő részükre ez előnyösebb nyilvánvalóan. Természetesen felnőtt képzést is foglalkozunk. Sajnos a létszám stop az őrájuk is vonatkozik. A felnőtt képzésben ugye másod szakma képzéséről beszélünk. Itt a már megszerzett szakma mellé van lehetőség másod szakma szerzésére. Ez jelenleg folyik is, ilyen képzés nálunk. A dolgozóink közül vannak többen, akik szeretnének más szakmában is érvényesülni. A rutinban a szakképzés területén is nagy a rutin. Az idei évben is kezdeményezték a tanuló létszám bővítését, egyelőre sikertelenül. Reményeik szerint hamarosan ismét a mainál többen tanulhatják a szakma fogásait egy nemzetközileg is elismert cégnél. Újabb határidők közelednek a mezőgazdaságban, december 2-ig nyújthatnak be kárenyhítő juttatás iránti kérelmet azok a termelők, akiket valamilyen mezőgazdasági kár ért. A gazdálkodók eddig 296 ezer hektár területre több mint 16 ezer kárbejelentést tettek. Tolna megyében leginkább az esős, viharos időjárás miatt kényszerültek erre a gazdák. Rendkívül csapadékos volt az idei tavasz. Tolna megyében csak kevés helyen és kisebb mértékben esett a jégeső, de egyes térségekben több mint 200 mm-nyi csapadék hullott, és az eső hirtelen zúdult le, amit megsínlettek a mezőgazdasági növények. Az évnak volt azonban rendkívül aszályos időszaka is, ami szintén nem tett jót a növényeknek. A szélsőséges időjárás miatt sok mezőgazdasági termelőnek esett kára. Ha ezt bejelentette az Agrárkár megállapító szervhez és a kárenyítési hozzájárulást szeptember 15-éig határidőben és maradéktalanul megfizette, akkor kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Erre november végéig van mód, hívta fel a figyelmet Tamási Balázs. A kárenyhítési alap végül is az most van a zárása, tehát a terület alapú támogatás beadásakor a kisebb üzemérettel rendelkező termelőknek opcionális volt jelentkezni ebbe a kárenyhítési alapba, tehát ő nekik feltett egy kérdést a támogatás beadási felülete, hogy kíván-e, vagy nem kíván önkéntesen jelentkezni. A nagyobb termelőknél ott ez kötelező volt, ezt be kellett fizetniük, valahogy szeptemberig be kellett fizetni az erre járó díjat, tehát amit hektáronként megállapít a hivatal. Ez megadott összeg szántónál más, ültetvénynél más, tehát megvan, hogy mire mennyit kell fizetni. Ebből képeznek egy országos alapot, és az év folyamán jelentkező károkat, jégeső, viharkár, különböző egyéb mezőgazdasági sújtó károkat kompenzálják ebből. Tehát a pontos összeget nem lehet tudni, célszerű, akinek volt ilyen kára, az már akkor be kellett, hogy adja, akkor a hivatali szakemberek kimentek megnézni, hogy ténylegesen volt-e kár, mit becsülnek előreláthatólag, és ilyenkor kell beadni a kifizetési kérelmet. A gazdálkodók eddig 296 ezer hektár területre több mint 16 ezer kárbejelentést tettek országszerte. Ebből aszálykár mintegy 160 ezer hektárt, jégesőkár 37 ezer hektárt, viharkár 32 ezer hektárt, tavaszi fagykár pedig több mint 28 ezer hektárt érintett. Tolna megyében is sok termelőnek okozott kárt a szélsőséges időjárás. Jégesőkárról tudok, viharkárok is voltak, tehát azért sajnos elég jelentős volt. Ennél a kárenyhítésnél igaz az, hogy ha valaki nem költ saját biztosítást, normál piaci biztosítótársággal, akkor egy csökkentett díjat kap. Ha ő neki volt saját biztosítása, tehát ő is megtesz mindent azért, hogy védje a gazdaságát, akkor egy magasabb összeget kap mindenképpen. December elejéig, november végéig mondjuk úgy be kell adni inkább. Erről a kérelemről legkésőbb 2020. március végéig döntenek majd, és az igazoltan károsult gazdák eddig meg is kapják a juttatást. Az idei károk kezelésére mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték csökkenés 80%-áig terjedhet, ha a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Ennyi fért mai magazinunkba, friss gazdasági hírekkel legközelebb csütörtökön várjuk Önöket, viszontlátásra!